megint megszivatott a ChatGPT. Lássuk a részleteket. Annyi történt, hogy éppen amerikai, tehát angol nyelven, de amerikaiaknak órát tartottam, és az történt, hogy megmutattam nekik, hogy figyeljetek, lehet a chatgpt t használni arra, hogy bizonyos alapvető dolgokat legeneráljunk, például a HTML, CSS, javascript -t. És akkor nézzük, hogy mi történt. Első kérésem. Légy szíves, írj HTML plus CSS plus JavaScript kódot, amely ját be tudok illeszteni, ugye copy-paste, ugye paste olni egy kódpenbe. A kódnak a jelenlegi bitcoin árfolyamot kellene mutatnia. Használd a CoinPaprika V1-es API-ját API kulcs nélkül. Ez a feladat. Aztán azt mondja, sure, persze, itt van az egyszerű HTML. De Könyörgöm. Inline JavaScript? Benne a HTML-ben? Ez micsoda? Én azt mondtam, hogy HTML plus CSS plus JavaScript kódot kérek, nem inline HTML-ben javascript -et. Meg nem inline CSS-t, ez katasztrófa. Meg könyörgöm, még egy dolog. A code.ben nem az egész HTML-t kell, bár belehet, de nem azt kell, hanem csak a body-ban lévő részt kéne bemásolni. Azt mondja, hogy betudom a HTML-be, nézzük meg. Bemásolom, nézzük, hogy mit csinált, engem érdekel. Na. Végül is megjelenítette, tehát megoldotta a feladatot. De azt írja, hogy just HTML that goes in the body goes here. Látod? Tehát csak ami a body belül van ez még írja is a kódpen, hogy ezt így kéne csinálni, bár megoldotta a másik feladatot is, csak ez nem szokványos kódpenben. Szóval azt mondta, én azt mondtam, hogy külön HTML, CSS, JavaScript, amelyet be tudok illeszteni a codepenio ba Szóval persze, certainly, igen. Aztán ír HTML-t megint, de csak a body részét kellene. Ír css és ír JavaScript-et. Az azért nem rossz, tehát ha megnézzük, tehát azért mondom, hogy megszivatott a ChatGPT, de azért nézzünk pozitívumokat is, hogy azért nem rossz, hogy tudja az URL-t, és még meg tudja jeleníteni. És még ráadásul két tizedesre is kerekíti. Szóval ez így nem rossz. Én sem tudtam volna sokkal jobban megírni nyilván ezt és nekem még egy kicsit több idő lett volna ez. Bár én tudtam, hogy honnan vegye az adatot. Tehát ezt előre tudtam, ez meg volt neki adva. Tehát látod, HTML, CSS, JavaScript, megírta. De valójában neki csak a body belüli részt kellene írni. És akkor írtam, hogy de a kódpennek csak a body részen be tartalma kell, nem a teljes HTML oldal. Ez azt mondja, értem. És akkor megcsinálta. Akkor írom a body részt. Aztán a JavaScript-et. Nem tudom, hogy változott. Ja, igen, változott valami. És egyszer csak azt mondja, hogy JavaScript-ben megváltoztatta a Fetch-et AxiOS-ra. Hogy miért? Azt én nem tudom. Mert itt Fetch volt ott, meg AxiOS. Hát miért? Én csak azt kértem, hogy a HTML-t változtassa meg, erre megváltoztatta a Fetch-et AxiOS-ra. Én ezt nem kértem. Megkérdezem, miért változtatod meg AxiOS-ra, az előző jobb volt. Ez azt mondja, hogy igazad van. Jó. Ha igazam van, valószínűleg azért, mert ezt találta meg, hogy ebből a CDM-ből levette az axios persze. Ha igazam van, akkor nézzük meg, hogy működik-e. Fetch. Tehát most ismét a fetches megoldás van, ugyanaz, mint az előbb. CSS-t azt viszont nem írt hozzá. Szóval so, mondtam, please also add some styling CSS. Adj hozzá egy kis CSS-t. Azt mondja, hogy a sertönlés, erre visszajött a HTML oldal. Látod? Visszajött a teljes HTML oldal, hogy miért, azt én nem tudom. Tehát ezzel arra akarok kiukadni, hogy valamennyit azért érteni kell az egész témához, hogy tud használni, mert én így össze tudom a két dologból a megoldás, egyébként nem a legszebb a stílus, de, de végül is működik, csak az elrendezése kicsit furcsa. Szóval itt érteni kéne hozzá, hogy na jó, akkor ezt figyelmen kívül hagyjuk, és csak a bodin belüli részt kell másolni, és érteni kell, hogy mi az, amit legenerált. És akkor így tényleg hasznos, hogy ezt így a kutató munkát elvégezte helyettünk. Szóval megpróbáltam egy kicsit tesztelni, emlékezz rá, ez egy CodePen, nem egy teljes HTML oldal. Azt azt mondja, a gotit, ez már mondta, és most kapcsolt, tehát tényleg most kapcsolt, és a megfelelő megoldást csinálta meg. De valahogy visszakerült az Axios, tehát ez egy kicsit ilyen emlékezett kieséses, nem emlékszik rá, hogy fél perccel ezelőtt mit csináltam. Tudom, a 4.0-es verzió jobb. Tudom. De nem annyival jobb. Tehát HTML, CSS. Így már szebb egyébként. És a JavaScript-be visszajött az Axios. Amely egyébként a fetchnek az egyik alternatívája. Egy-két dolgot kezel is, és tényleg működik. Jól van. Aztán. Remember, emlékez, fetch-et akartam, nem axios -t. És akkor megint got it, jól van. Szerencsére most a HTML az jó. A CSS az, ha minden igaz, marad de azért most másolgathatjuk. Csak hogy lássuk, hogy mi történik. És így el lehet vele vitatkozni egy kicsit. Én most csak a poén kedvéért akkor ott órán elvitatkoztam vele egy kicsit, hogy mégis jó lenne, tényleg jó lenne, ha megfelelően lenne ez az egész oldal megírva. És akkor most HTML, CSS, JavaScript, visszakaptuk az árat. Csodálatos. És akkor a következő problémám volt ezzel a kóddal. Div ID egyenlő price, és itt láttam, hogy a CSS-ben van egy ilyen, hogy kettős kereszt price. Hát ez egy kicsit túl specifikus lenne akkor, ha nem ebből az egyetlen dologból állna az egész oldal, hanem az oldalon még lenne sok minden más, és esetleg lennének még hasonló ilyen kis lapok, ugye az oldalon, akkor ez egy kicsit túl specifikus lenne. És általában ezért osztályszelektorokat érdemes lenne itt is használni. Hát a H1 az más kérdés, mert általában egy oldalon egy darab H1 van, de mindegy. Szóval lehetne javítani a karbantarthatóságon. Főleg azért, mert a kettős kereszt price, ugye az az ID, ez nem csak itt használ, használt, hanem itt a JavaScriptben is. És ez, mert csak a CSS vizadrip is mondta a cssguideline.es oldalon például, több mint tíz éves dokumentum, de még mindig érdemes elolvasni, hogy általában, főleg amikor osztályokról van szó, nem, az, nem azonosítókról, oszt ő osztályokkal csinálja, és én is osztályokkal szoktam egyébként, hogy ez tipikusan nehéz, amikor javascript és CSS-ben is ugyanazt használjuk. Ugye osztályokra mondja elsősorban. Mert egyszer csak jön a, jön a styling expert, és átírja itt a ID nevet, ups, átírja az ID nevet, és uh, egyszer csak nem fog működni a JavaScript pont azért. De ott osztály van. Azt is mondta, hogy ID szelektort ne nagyon használjunk CSS-ben, mert túl specifikus. És akkor én, ezek futottak át a fejemen, mert én értek hozzá valamennyire, ugye? És meg, fel tudom tenni a megfelelő kérdést. Ha vakvezet világtalant, ugye a ChatGPT a, ugye a Szintén nem ért semmihez, gyakorlatilag csak uh, tudja, meg tudja jósolni, hogy mi az, ami a legnagyobb valószínűséggel kielégíti a kérdezőnek a kíváncsiságát, uh, legalábbis az adott szövegkörnyezet alapján. Ennyit tud a ChatGPT, nem sokkal többet. Tehát azt mondtam, hogy a, a karbantartatóság aspektus a kódnak, az uh, eléggé szánalmas. Uh, légy szíves, használt CSS Wizardry, ugye itt van a link, uh, tanácsait, ugye az advice az tanácsokat jelent. Miért? Mert az advice az a nem tehető többes számba, mert nem megszámlálható. Pont olyan, mint a tej. Ugye a tanács az olyan, mint a tej, nem megszámlálható, ezért nem, nem tesszük többes számba. Nem, nincs ilyen nagy advices. To make, tehát azért, hogy a kódot karbantarthatóbbá tett. Azt a mondja, certainly, jól van. És akkor HTML-ben egyszer csak azt látod, hogy megjelent az, hogy class egyenlő price. De jó, és akkor itt a Price osztály, hát ezt megcsinálta. Itt még továbbra is az ID-t használta, ez így oké. Okay. És Meaningful Class Names, tehát egy jelentést tartalmazó ugye osztálynevek vannak, hogy megfelelően leírja. Jól van. Aztán megkérdezem. A, itt egy kicsit most akkor témát váltottam, ez tipikus, hogy témát váltok, aztán visszajövök az eredeti témához, jó? Ez, ez szokott. Egyébként azért is váltottam témát, mert az egyik tanulója itt már megkérdezte, hogy. jó, rendben van, de ugye amerikaiak tehát el lehet nézni nekik, tehát megkérdezte, hogy mire való ez az egész JavaScript, mert nem, 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 nem tudtam követni. Ez egyébként pont olyan, hogy, hogy volt egyszer egy amerikai történelem tanárom, aztán mesélte, hogy tanulták a második világháborút, hogy, hogy nagyjából már egy. Több hete tanulták a második világháborút, aztán egyszer csak egy amerikai, ugye, tanulója, mert ő Amerikában is tanított uh, jelentkezett, azt mondja, uh, Excuse me, who is that Hitler guy? Ez, elnézést, ki az, ki, az a, ki az a Hitler guy? Tehát ez, ez, ez valahogy így, uh, valahogy így, uh, néha egy kicsit, uh, kicsit lassabban kapcsolnak a a dolgokon, aztán amikor érlelődik bennük, hogy na jó, már olyan régóta van ezről a JavaScript-ről szó, szóval már megkérdezem, hogy mégis mire való ez az egész, mert eddig nyomogattam a telefonomat, vagy nem tudom. Oké, okay. akkor a következő megírja, hogy a JavaScript mire való. Jól van. És akkor figyelj, itt van, adj nekem egy példát, amelyet a codepen tudok másolni. És erre ad egy HTML oldalt, inline CSS-sel, inline JavaScript-tel. Ja nem, a JavaScript nem inline szerencsére, de a CSS igen. Tehát visszatértünk az alap problémára, hogy nem érti, hogy mit csinál, de csak, csak csinálja. Tehát bemásolom a HTML-t, most csak ezeket mind törlöm. Látod, hogy ebből, ebből jön a vita egint. És csinál valamit JavaScript-ben. És akkor nézzük, hogy ez mire jó. Na, gyerünk. Le se fut már? Lehet, hogy le -e fut, Na, mi, mi, baja van? Csak a HTML. Jó, change background color. Jó, és akkor véletlenszerű háttér kapunk. Ez, akinek volt Commodore 64 -e, az emlékszik, az, az csináltunk ilyen dolgokat. Jó. És azt mondja, hogy ez egy példa, de én nem, nem, nem nem csak ennyit kértem, hogy azt is kértem, hogy mire használható a JavaScript. Kliens oldalon, a szerver oldalon, a animációk, a fetch, minden egyéb. És a fetch részt már meg is, meg is tehát elvileg, elvileg a szövegkörnyezetben, amelyhez hozzáférhet, azt tudná használni. Mert ha ahhoz hozzá tud férni, hogy milyen kódot kértem a következő kérdésem alapján, akkor elvileg ez nem egy emlékezetmentes dolog. Aztán mondtam, hogy emlékez a CodePen-nek csak a body részére van szüksége, nem mindenre. És erre mit csinált? Hát ő úgy értette, egyébként lehet, hogy helyesen oldotta meg a, ezt a feladatot, hogy csak a body a tartalmára van szüksége, nem a teljes HTML oldalra. Mert ez ezt egy ember megérte, hogy jó, akkor nem bántom a JavaScript-et, az itt marad, és uh, akkor uh, ami a HTML-ben volt, ott csak a body részt használom, és a többit nem de itt nem az történt, hanem ő úgy gondolta, hogy csak és kizárólag a HTML body részébe van. Tehát egy, egy hamis igazságot mondott, de ettől még működik, és nézd meg, itt rosszabb lett az egész, mert a CSS meg lefelejtette. Aztán mondtam, hogy létszer szeparáld a HTML-t a javascript -től. És akkor ezt megtette. De látod, hogy mennyit kellett, kell, ezzel szenvedni, hogy tényleg megfelelően formázza. Egyszerűbb nekem bemásolni a kódot, Úgyhogy értem, hogy melyik mire való, és gyorsabb lenne. Szintén működik, jól van. Következő. Nos, ez Ronda. Na, nos, ez a Ronda kód a hátt, a, a, az oldalnak a háttérszínét változtatja egy gomnyomás alapján. Összesen ennyit tud a JavaScript? Azt mondja, nem, a JavaScript sok minden más is tud. Ez volt az eredeti kérdésem manipulál HTML, CSS, user input, adatokat tud szerverekről, animál, lokálisan ugye adatot tárol, a böngészőben persze, ha máshova mész, ott már nem, a validál és adatot manipulál, ugye böngésző API-okkal beszélget, meg web alkalmazásokat lehet vele írni, jó. A Node.js-ről egy szó sincs, de nyilván ezt nem, nem kell neki felróni annyira. Aztán jó, akkor gondoltam, hogy egy ilyen csavart labdát dobok neki. A Kitta Knight Riderből ismeri a Java, ismerheti a, ismerhette a JavaScript-et? Szóval azt mondja, a, Kitta a a, fikcionális, tehát ez nem egy valós autó, ez nyilván, bár nem, valós autó is, mert Németországban van több kit replika, csak nyilván a képességei nem valósak. És végül azt mondja, hogy nem, mert a JavaScript, tehát ez az 80-as években jött, és a JavaScript-et meg később fejlesztették ki. Gondoltam, hogy jó, rendben van, akkor erre képes volt. Meg ez ezért nem rossz, nem rossz teljesítmény tőle. Aztán a következő, most, hogy már tudom, mert ez, ezt én bizonyítékként akartam látni, hogy tudja, hogy mi az a kit. Ugye a pajti. Na, tehát tudja tehát akkor megkérdezem, hogy tudsz Night Rider animációt csinálni JavaScript-ben, amelyet codepen tudok másolni? Ugye itt, itt, megint jön a CodePen-es vicc, már várom, hogy hozza a HTML oldalt. Hát, persze, hogy hozza a HTML oldalt. Hát mi más? Mert nem tanult még mindig. Tudom, 4.0-as változat lehet, lehet írni a kommentekben. Örülök egyébként a kommenteknek, mert attól is jobban teljesül a videó. De hát ez nem is a kit. A kit az egyrészt piros volt, másrészt meg először jobbra, aztán balra, ez a jobbra-balra menne, nem? Nem csak jobbra, hanem egy jobbra-balra. Ez más. Tehát ez, 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 nem, ez nem, egy túlnyerő dolog. És akkor én mondom neki türelmesen, még mindig szeparálni szeretném a HTML, CSS, javascript és emlékezz, hogy me, a HTML-nek melyik része szokott a kódpenben bemásolódni, jó? Tehát emlékezz rá, mert volt róla szó. Nem írtam le, hogy melyik rövidebb lett volna, csak emlékezz. És akkor abszolútli, persze. Tehát a okosabb volt egyébként, csak kár, hogy a több millió megabajt memóriáját, volt egy ilyen része, ahol azt mondták, hogy több millió megabajt memóriája van, ez, ez így nem, nem valós és akkor JavaScript, ez a JavaScript kód egyetlen komment, ezt hadd ne másoljam be. És akkor megkaptuk ezt a nem létezők. Ez még kár sem, mert a kár, ugye a kit ellentéte, az annak sárga volt, nem zöld. Ez nem egy Night Rider animáció, sőt, még ki is ment a dobozból. Nem is értem. Elfejtettem megkérdezni tőle, hogy légy szíves, használd úgy, hogy ne, ne, lógjon ki a dobozból az animációt, de nem. Aztán mondta meg, hogy légy szíves, javascriptet is. Akkor szerencsére most nem, nem uh, sikerült neki újra a teljes HTML-t megírnia, de most már használja JavaScript-et. Jó, csak azt mondja, hogy az animációra nincs szükség JavaScriptnek. És látod, hogy mondom, hogy please use JavaScript 2, és nem csinál semmit. Mert használta JavaScript-et, csak a JavaScript file üres. Végülis igaza van. Computer, hát mi más várnánk el tőle. Másképp kell megfogalmaznom a kérdést. Létszeres használ javascript az animációhoz a CSS helyett. És akkor most már érti. Jól van. itt van a HTML. Látod, hogy nem könnyű ezzel a chatgpt vel Nagyon nem könnyű. Persze én nem vagyok egy nagy chatgpt és majd lesz egy ilyen tanfolyamunk valamikor, amikor jobban megtanulom, mert ezt nekem is tanulnom kell egyébként, hogy hogy kell a chatgpt nek suttogni úgy, hogy uh, maximalizáld a képességeit. Én most csak a szakértelmem, szakértelmemre uh, próbálok ugye támaszkodni ilyen esetben. És ez nem egy, nem egy valós, valós, dolog, mert uh, de azért nem valós dolog, mert ha belegondolsz, akkor uh, sajnos, ha azért mész a chatgpt ez mert valamit meg szeretnél érteni. És ha nem értesz hozzá, akkor nehezen tudod ellenőrizni. Én pedig előre tudom, hogy mit akarok, és ha nem azt kapom, akkor reklamálok. Erről szólnak az én beszélgetéseim a ChatGPT-vel. <laughs> Ez teljesen más. Persze nyilván hasznos volt, amikor a Fetch API-t megoldotta, és azt én tudtam ellenőrizni, mert már megcsináltam korábban. Erre nagyon is hasznos a ChatGPT is. Tehát látod, megoldotta megoldotta és most már visszafelé is megy, de még mindig ez a ronda zöld és most várjuk ki azt, hogy megy jobbra és hogy meddig megy, hogy itt kilóg-e, vagy nem lóg ki szerintem itt már nem lóg ki annyira igen, nem lóg ki, bár még mindig az van, hogy a, a úgy néz ki, hogy itt a kitöltés a, meg a border az megvan, és ez és a, a, itt valahogy kiebb megy egy kicsit azért, de annyira nem aztán következő feladat Szeretnék egy junior webfejlesztőt felvenni. Milyen JavaScript feladatot adnál nekem, tudnál javasolni? Aztán azt mondja, egy tudó alkalmazást, jó. Légy old meg. És akkor itt van egy egyszerű tudóalkalmazás ez a HTML. Hát én egyébként nem javasolnék tudóalkalmazást. alkalmazást. De miért? Hát milyen pont tudó alkalmazást oldassak meg egy szoftverfejlesztővel, ezt nem látták még elégszer? Bemásolom a HTML-t, bár nagyon nincs rá is szüksége. Megoldja a CSS, -t. szerintem valahonnan ezt másolta ez a CSS, -t. ha Google-ben bemásolnánk, akkor látnánk. Lehet, hogy a FreeCodeCamp-ből, vagy lehet, hogy máshonnan. És akkor ide jön valami jáva kód, hogy honnan. Ez szintén lehetne kutatni, ugye a forrásokat mindig nézni kell. És akkor task, t1 task T2, jó, complete, csak itt nem változik meg a gobnak a színe, és delete, jó van, nincs szűrés, nincs semmi más. Ha azt mondanám, hogy adj neki szűrés, megoldaná egyébként szerintem. Azért, mert a tudulista annyira ismert feladat. És akkor ezen így elámulnak a, főleg az ilyen menedzser hajlamú emberek, meg az ilyen üzleti típusú emberek, és azt hogy jaj, de jó, a JavaScript ezt, vagy a ChatGPT ezt tudja, nem lesz szükség programozókra. Hát egy frászt nem. Hát szóval ez, most, most gondolj bele mégis, ez mi? Tudulista. Mondj egy ügyfelet a világon, aki fizetne rengeteg pénzt azért, hogy egy tudólistát megkapjon hát akkor bele kell nyúlni a kódba, és ki tud bele nyúlni a kódba? Hát az az üzletemben nem valószínű. Menedzser, sok menedzser alap nem ért. Nem értik a különbséget az, az expert locator és a CSS szelektor között. Aztán megpróbálják ismételni a terminológiát, csak rossz helyen használják a meetingeken, hogy így okosabbnak tűnjenek. Ez kicsit olyan, hogy rajzol, három olyan vonalat, amelyek merőlegesek mindegy másra két dimenzió van. Nem fog menni. De az, az próbál, próbáld, próbáld, jobban, biztos, adok több határidőt, Zolva ez a manager speak. És ezek azt mondják, hogy jaj, a mesterséges intelligencia úgy fog fejlődni, hát egy frász fog úgy fejlődni. én, látom, tehát én látom azt, hogy mi az a kombinatórikus robbanás, és a feladat komplexitásánál egy olyan kombinatórikus robbanás van, jó? Én dolgoztam olyan projektben, amelyben egy kiváló ötletet valósítottunk meg, egy tényleg kiváló ötletet, amely olyan szépen le volt demozva proof of concept-tel, hogy írt valaki egy ilyen kis egyszerű feladatot, hogy jó, hát ezt mind meg kell lehet csinálni, írunk egy JSON-fajt és legenerálja a teljes felhasználói interfészt mindent és olyan szépen kontrasztba állítottuk valamelyik légitárságnak az oldalával, amelyben még egy komponens könyvtár sem volt megfelelően használva, mert inkonzisztens volt, hogy itt volt ilyen színű gomb, ott volt olyan színű gomb, össze-vissza volt, helyezkedtek el az elemek, rossz volt ránézni. És ez mind működött. Aztán megbecsültük, hogy ezt az egészet kb. mennyi idő lesz lefejleszteni, még szépen le is bontottuk ilyen párnapos kis feladatokra, meg sebességet mértünk. Csak úgy nagyjából olyan 150%-ot tévedtünk komplexitásban, mert jött a kombinatorikus robbanás. És a kombinatorikus robbanásnál még a szkópot is meg kellett egy kicsit változtatnunk egyszerűsítenünk kellett a projektnek a kiterjedését azért, mert úgy felrobbant az a feladat, hogy legalábbis nehézségben, hogy egyszerűen nem, tehát láttuk, hogy, hogy Ilyen nagyon extrém eseteket megoldani, amelyek egyébként nem is nagyon fordulnak elő a valóságban, csak esetleg egyszer egy életben. Ezeket annyira nem éri meg, mert ha azt a, egy kis apróságot megoldod, akkor 50 másik helyen kell módosítani ahhoz az egész, tehát mert minden minden el összefügg. Ez nem a spagetti kód, hanem konkrétan amikor korlátokat állítasz magad elé, hogy mondjuk egy JSON fájlban van egy lista, a listának van három eleme, akkor checkbox, vagy nem, akkor nem checkbox, akkor rádió gombokat használsz, ilyen rádió De ha négy vagy öt van, vagy több, akkor pedig le legördülő menüt, ugye az a select. Ha pedig mondjuk, a, mit tudom én, 50 vagy 20 vagy több, akkor pedig select tud, ugye, ami a jQuery-ben van, vagy valamilyen multi-selectet, amelyben ugye lehet szűrni másképp. Úgyhogy vannak ilyen különböző szabályok. De bizonyos helyzetben ezek a szabályok nem működnek. Mert van -e, főleg akkor nem működnek, amikor validáció van, ugye az érvényesítés. És ráadásul van egy ilyen kifejezés, egy cross-validáció, ugye keresztvalidáció. Az mit jelent? Hogy amikor valamit csinálsz egy, egy input mezővel, akkor egy másik input mezőnek új korlátokat adsz vagy megnyomsz egy plusz gombot, és akkor 5-6 érték megjelenik. És akkor az az 5-6 érték, vagy ugye az 5-6 új mező, azokat ki kell tölteni, és megint megnyomod a plusz, megint megjelenik. És függően attól, hogy kitöltöttél el minden mezőt, így tovább tudsz menni, és, és az oldal alján pedig a beküld gomb aktiválódik. Ez, ezt próbáld meg lefejleszteni úgyhogy egy JSON fájlból egy JavaScript objektumból object, gyakorlatilag le tud ezt az egészet generálni. Pedig nagyon sok mindenre gondoltunk, tényleg. Ez a kombinatorikus robbanás. Ezt próbáld meg elmagyarázni egy chatgpt nek akármilyen verzió van itt. Akárhogy fejlődik egy-két év múlva, próbáld meg elmagyarázni neki. És ha sikerül, akkor akkor meginterjúvollak tényleg. <laughs> de akkor elképzelhető, hogy megtalálom benne a, a hibát, jó? Tehát, igen. Következő akkor. Létszeres ír írj kódot, amely megkéri a felhasználó, kér a felhasználótól egy számot a prompt utasítással, és utána logozza, hogy város vagy páratlan. Jó, itt már, itt már, nem arról van szó, hogy kódpenezünk, hanem egyszerűen promptozunk. Ez, ez egy tipikus ilyen mintapéldám nekem, ugye? mert hogy bemutassam, hogy a JavaScript mennyivel nehezebb lett első nyelvként, mint a Python. Jó, nézzük meg. Please enter a number. És akkor beírod az ötöst, és kiírja azt, hogy ott. Ugye az odd az páratlan, az even az páros. Onnan tudod megjegyezni, hogy az odd az páratlan számú betűből áll, ezért is váratlan, az even pedig páros számú betűből áll. Jó? De akkor következő, ez a kód, egyébként jó kód erre. Megpróbáltam kikezdeni a kódot, tehát megkérdezem, milyen bemeneteket javasolnál nekem, hogy manuálisan teszteljem? Én azért, azért írtam, hogy manuálisan, mert már megjártam azt, hogy elkezdett automatikus teszteket generálni nekem egy egyetlen ilyen kéréssel, hogy nem írtam, hogy manuális. Ezzel már megjártam korábban, úgyhogy nem akartam megint megjárni. De gondolom ez lett volna a vége. Egyébként QA Automation Engineer, tehát hozzáteszem, az ő munkájukat inkább kiváltja, mint a milyenket. Tehát ez... Az ő, az ő munkájukat se váltja ki, de ott ismétlődő dolgok vannak. És akkor azt mondja, 6-os, 9-es, 0, minusz 4, minusz 7, 3,14, és hoppá, 3,14-re azt várja, hogy a 3 az páratlan? Rendben van, hogy tudja futatni a saját kódját, ez dicséretes, de mégis miért? Tehát itt két gondom van ezekkel az értékekkel. Miért ad ennyi értéket? Jó, rendben van, negatív meg pozitív, jó. Itt nem ez volt a specifikáció. Aztán a hello-ra hibás, a cancel-re, ez rendben van, mert ez szokott lenni sokaknál a hiba, hogy beküldöd, és akkor cancel, és akkor invalid input. Jó. Tehát ez, ez itt jó, de sokak, sokaknál ez nem invalid input lesz, hanem mondjuk, ha numberrel a null értéket konvertálod, akkor nulla lesz, és a nulla meg páros és akkor kiírja, hogy páros. Ugye ezt sokkal rosszul oldják meg. És akkor elmondom, hogy igen, pont erről beszéltem, a 3,14-et csomkoltat 3-ra. Ez egy hiba, létszöves old meg, hogy ne legyen benne a hiba. És akkor megoldotta. És egyébként itt azt írja, hogy 3,14 az nem egészen. Jó, nézzük meg. Nézzük meg. Tehát ezt megoldotta, és tényleg beírom a 3,14-et, és az, ne, az, már nem egész szám. Csak ahogy sejtettem, valószínű ezeknek a az tesztértékeknek az egyike sérülni fog, vagy több, vagy akár más is. Aztán most egy kicsit, kicsit uh, szivattam a chatgpt t Mindenki tudja, hogy a 0, 0x10 az 16, de a te kódod azt írja, el a 0 az, az páros. Légy szíves, javítsd nyilván nem mindenki tudja. Arról szól, hogy ha 0x-szel kezdesz egy számot, akkor az 16-os számrendszerben van. 0x16, jó? Az 22, nyilván azért, mert 16 x 1 az 16, és 16 meg 6 az 22, ezért. A 0x10, az pedig 16, mert ez a 16-osok, ezek meg az egyesek. Jó, tehát én itt erről beszéltem. És akkor légy ezt, ezt javítsd és akkor javítja. Próbálom egy kicsit összekeverni. Tehát itt most erről szól, próbálom egy kicsit megkeverni, hogy a végén a saját tesztjeibe belebukjon. És akkor beírom, hogy 0x16, és kiírja, hogy 0 az páros. Nul... Igen, pont ez a gond. Vagy nem, 0x10, bocsánat, 0x10. 0x10. És 0, 0 is even. Tehát itt látod, további érdekesség és uh, még ráadásul rosszul is írta nézzük jó kódot másoltam egyáltalán be, mert szerintem nem Ez megnézhetem, tehát beírom a 0x10 és igen, még is rossz is a kódja De lefuttatott, te is látod rossz a kódja és még köszöni, hogy észrevettem tehát itt próbáltam kevergetni, egyébként vége volt a beszélgetésnek itt csak prób próbáltam megkavarni és a következő dolgom pedig az lenne hogy uh, um, but your code is wrong it still finds 0x10 as even mm, igen please correct it egy kicsi élő jó, de van ilyen is igen, és igazat adott nekem, akármit is jelent, és megpróbálta másképp megoldani, fú fújt már ilyen egymás bályázott tifek, meg itt már sok mindenre figyelt. Na jó, nézzük. Akkor 0x10. Nem. It is still wrong. 0x10. should be handled as hex as a 16, ugye 16. És megint hogy igazam van. Meg tudja egyáltalán oldani ezt a feladatot? Tudom, hogy egy kicsit túl specifikus az egész. De most látom, hogy itt valami 0x-re csinált, itt a 16-os számrendszerben parszolja már be. Tehát ez már, ez már, ez már így jobb lesz. Uh, jó, újra kell indítanom, akkor a, böngé a böngészet újra be kell töltenem. Na, gyerünk. Uh, 0x10, 10, és akkor 16, tökéletes, megoldotta. De, mi van, ha cancelezem? Mm. Do all your previous manual test cases hold, Still hold. A cancelra vagyok, kíváncsi. Um, itt it, it, csúsztatás van, itt hazud hazugságban kaptak. Ott. You had 8 testkészed volt, nem 7. You had 8 test cases before. not 7. What about the 8 -th one? Na? Jörünk! Expected output, invalid input, please, yeah. The NMS 13. When I run the code, I get an exception for your eight, for your test case that cancels the prompt. Please confirm. Igen, mert a null probléma. Tehát látod, hogy a null volt probléma. Cannot read properties of null. Tehát tudja azért, hogy miről van szó. Megjavította? Nézzük meg. Ez azt mondja, hogy ez már korrekt kód. Na, cancel. Működik. És még egyszer. 0x10 elszúrta, el, 16 az even, tökéletes. És járunk uh, következő, a cancel szó volt, oké, okay, az is invalid input, szó köz 4, az 4, jó, és uh, infinity, na nézzük, invalid input. Na, ez a következő kérdés. Az infinity az páros vagy páratlan? What if we write the number infinity? És azt mondja, hogy invalid input, remélem. és akkor ezt az esetet is használják. Ezt már hadd ne teszteljem le, jó? Tehát beszélgettünk eleget a chatgpt ről nyomj egy like ha tetszettek a kérdések, vagy, vagy, ha nem, akkor is. De szóval látod, látod, nem, ez nem az van, hogy nem kell érteni a JavaScript-hez. Ránézek a kódra, és látom, hogy gondok vannak. Itt például az a gond, hogy mi van az oktális számokkal, mi van a, kettes ugye a számrendszer, mi van más számrendszerekkel. Nyilván ilyen kérdések, kérdéseid nem lesznek, csak látod, hogy ez egy egyszerű feladat, és mégis hogy megízadunk vele a chatgpt vel hogy pontosan megoldjuk azt, amit kell. Sok sikert a menedzsereknek, meg sok sikert az üzlet, üzleti vénával rendelkező társadalmi informatikusoknak akármit is jelent ez, hogy hogy kiváltsa a szoftverfejeztőket. Én, én té tényleg drukkolok neki, mert abban a pillanatban, hogy kiváltanak minket, hogy ne kelljen már ilyen kódokat írni, meg bele se kelljen nyúlni a kódba, meg ne is kelljen ellenőrizni, mert bár mindig lesz hiba századék, Lásd, Tesla belevezeti magát a tengerbe, de mindegy. Szóval. A, szóval. A, tényleg sok sikert kívánok nekik, és, és, én, én lennék a legboldogabb, ha megoldanák ezt, mert akkor tudnék mással foglalkozni tényleg. A szoftverfejlesztés világán belül tudnék mással foglalkozni. Úgyhogy amennyiben szeretnél hasonló témákkal te is foglalkozni velünk, javasoljuk a Programozás Karrier Klubot, amíg le nem záródik a jelentkezési időszak, addig egy kedvezményes 19.900 forint plusz áfa per hónapos összegért előfizethetsz, kapuk zárása az itt van, hogy mikor lesz a kapuk zárása az előre, azt te tudod látni ugye itt az oldalon és ennél jobb áron nem fogsz tudni csatlakozni és ezt az árat tartjuk addig, amíg meg nem szünteted az előfizetésedet tehát javasoljuk, hogy jelentkezz erre amennyiben szeretnél szoftverfejlesztés világában ugye fejlődni